nagyon sok szeretettel gratuláljunk ehhez az elismeréshez, további munkához, nagyon jó egészséget, kitartást és nagyon sok sikert kívánunk. A program kezdetén eltértek a szokásos menetrendtől, ugyanis köszöntésre került sor. Hát először is most egy kicsit eltérünk a szokásos menetrendtől, hiszen polgármesterünk megnyerte az év polgármestere díjat, és ez alkalomból a nevelőközösségünk szeretné őt felköszönteni, és utána pedig a köznevelés nagyon sok változáson megy keresztül, és úgy gondoljuk, hogy így év elején nagyon fontos, hogy tájékozottak legyünk, úgyhogy a mai nap három témaköré csoportosítottuk az értekezletünket, az ovikréta, ami 2024-től kötelezően bevezetésre kerül, egy informatikai rendszer. Utána beszélünk az új pedagógus életpályatörvényről, és végezetül pedig módszertani jó gyakorlatokat fogunk átadni a mindennapi nevelőmunkánkban. Szepessy Tibor polgármester a megemlékezést követően megköszönte a jó kívánságokat, majd arról beszélt, hogy az óvodai élet mindennapjaihoz a karcagvárosi önkormányzat igyekszik minél hatékonyabban hozzájárulni. Legyen szó akár nagyobb léptékű óvodafejlesztésről, vagy a mindennapokban is legalább ugyanolyan fontos, apróbb megoldásokra váró helyzetekről. A program további részében az óvodapedagógusok tanácskozása vette kezdetét. Az ovikrétát vezetni fogják az óvodapedagógus kolléganők, ahová fel fog kerülni a napi tevékenység többek között, illetve ott fogják vezetni azokat a rendezvényeket, óvodai programokat, amelyek a nevelésében megvalósulnak, emellett a hiányzások, gyermekek hiányzását, igazolásokat, tehát amit eddig papír alapon dokumentáltunk, az most mind az online felületen lesz dokumentálva.